Az elrejtett oltári szentség A zavaró hangok miatt a plébános úr már a szentbeszéd alatt, de még az úr felmutatáskor is dühösen ráncolt a homlokát. Aztán a mise végén mérgesen indult az ajtó felé. A templom előtt forrás csordogált, benne két gyerek játszott. A két szutykos poront először csak a lábát lógatta a vízbe, majd beleálltak térdig. Úgy gondolták, ha már benne vannak, meg is fürdenek levetették szakadt gönceiket, és önfelettel locsolták egymásra a hideg forrásvizet. Nem hallgattok el mindjárt? Dőrent rájuk a pap. Nem elég, hogy nem jártok misére, még itt ricsajoztok? A pap kemény szabára két testvér megszeppent. Ők csak vízért jöttek, míg apjuk egy kun pásztor a környéken legeltette a jószágot. A korsót azért megtölthetjük? kérdezte bátortalanul az idősebb. Meg, bólintott az atya megenyhülve, de többet aztán meg ne lássalak itt benneteket, főleg ne a mise alatt. És azzal visszament a templomba, amelyet még István király idejében építettek, és az atya nagyon büszke volt rá. Sem betegség, sem a legcudarabb idő nem akadályozta meg, hogy vasárnap megtartsa a misét. Lassan tovaszált a nyár, és nem csak az ősz közelget, hanem a fenyegető veszedelem is. Egyre rémisztőbb hírek terjedtek a pusztában. Jön a török. Az emberek a fejüket fogták, és jajgattak, mi lesz, hová bújjanak, ha ideérnek a turbánosok. Hová, hová, méltatlankodtak az öregek. Hát a templomba, ott talán biztonságban leszünk. Egy késő őszi napon szutykos gyerek futott a falu felé, a nyúlnál is gyorsabban szedte mesztelen lábát amikor a templomhoz ért, annyira zihált, hogy alig tudott megszólalni. A pap megismerte a kumpásztor nagyobbik fiát. – No csak, megint fürdőzni jöttél? – Nem, lihegte a gyerek, itt a pogány, nyögtek ki végül. A pap hirtelen meg se tudott szólalni. Bezzeg a bolond tere a képen, a rajárt rikácsolva futkosott a házak között. Jaj, jaj, mi lesz velünk, mi lesz velünk? Itt a török, itt a török! Az emberek először azt hitték, megint összevissza beszélt, de aztán meglátták a pap elszürkült ábrázatát, és rögtön tudták, hogy baj van. Pillanatok alatt összegyűlt a falu népe. Az atya szélesre tárta a templom ajtaját, s már túdultak is be az emberek. Imádkozzunk, mondta, amikor mindenki bent volt. Az egyik öreg asszony rákezdett, majd sorra mindenki. A pap pillantása az oltári szentségre tévedt. Állj! kiáltotta. Legalább ez dugjuk el, hogy ne kerüljön azoknak a pogányoknak a kezére. Na de hová? kérdezte egy atyafi. Mindjárt itt lesznek. Erre előállt a kiskunlegény. Atyám? Nézett a papra. Adja ide, én tudok egy jó helyet. Ott bizton nem találja meg a pogány. A pap kételkedve tekintett rá, de közben a távolból már hallani lehetett a lódobogást. Adja neki, atyám, biztatta egy asszony. A pap még akkor sem mozdult, mire a kis kun legény kikapta a kezéből a kejhet, és kiszaladt vele az ajtón. Az atya még fel sem ocsúdott, mire a legényke már visszatért. Ekkorra már feltűnt az első turbános katona a templom előtt. – Hová dugtad? – suttogta a pap. – Jó helyre! – kacsintott a legényke. – Soha nem találják meg. A pap ettől egy kicsit megnyugodott, és megenyülve kérdezte. – És hogy hívnak, fiam? – Ferencnek, válaszolta a gyerek. A falu nem élte túl a török dúlást. A házakat és a templomokat lerombolták, az embereket rapszíra fűzték. Ami mozdítható volt, magukkal vitték. Egy valami azonban ott maradt. Az oltári szentség, amit a kullegényke a forrás oldalába dugott emlékezett rá még nyárról, hogy az kiváló rejtek hely lehet. Bármisére nem járt, a kejhet megmentette. A pogányok sok pusztítást vittek végbe 150 év alatt, amíg a magyarokat csanyargatták. Mikor végre eltakarodtak, számtalan romos templomot hagytak maguk után. Sok-sok év múltán egy idegen pásztor legeltetett azon a környéken. Majsa felé terelgette a jószágot, a nap már lebukóban volt, amikor a távolban megpillantotta a romot. Ez pont jó lesz éjszakára, gondolta. Mire odaért, már besötétedett. Egy alkalmas helyet keresett, ahol álomra hajthatja fejét. Ahogy megkerülte a romot, világosságot látott. A hajdani templom bejárata előtt megcsillant a víz, és felette fényesség táncolt. Ez meg mi? merezgette a szemét csak nem lidérc. Nem volt félős ember, egész életét a pusztában töltötte egyedül, most mégis megborzongott. Aztán megemberelte magát. Megmarkolta a fokosát, és elindult a fény felé. Ahogy egyre közeledett, félelme fokról fokra csökkent. Mire a vízhez ért, olyan boldogságot érzett, mint előtte még soha. Térdre rogyott, és mohón inni kezdte a vizet, miközben a könnyei csorogtak. A csodás hír szélvészként terjed a pusztában. Bárki jött azután, örömében kicsordult a könnye. Aztán szárnyra kapott az a hír, hogy aki iszik a vízből, csodás módon meggyógyul. Annak a forrásnak a vizétől, amelyikbe egykoron a kis Ferenc az oltári szentséget rejtette. Egyre többen jöttek, még messzi tájakról is, hogy igyanak a fényességes vízből. Korsóikat megmerítették, hogy az otthon maradt betegeknek is vigyenek belőle. És ahogy vitték a korsókat, az edények szája világított. Egyszer egy béna koldus is útnak indult. Már három napja bicegett, amikor egy jószívű paraszt megkönyörült rajta, és felvette a szekerére még oda sem értek, de a koldusnak már potyogtak a könnyei, mint a zápor eső. Alig győzte őket törölgetni. Ahogy megállt a szekér, a segítséget meg sem várva leszállt, oda a vízhez, majd ruhástól belelépett a forrásba. Pont olyan önfeledten fröcskölte magára a vizet, mint annak idején a kis Ferenc és az öccse. A szekeres paraszt nem akart hinni a szemének. A koldus biztos lábbal lépett ki a mederből mankóit a földbe szúrta, s nagy léptekkel megindult. Hiába kiáltottak utána, hátra sem nézett, csak ment előre, a pusztába. Nem sokára a mankói kihajtottak, s néhány év múlva lombos fává terebélyesettek. A két fát később a búcsújárók szilánkokként széthorták. Térdet hajtó ökrök. De nem csak itt, hanem a megyében máshol is akadt még csodálatos forrás, mint például Hercegszántó környékén. Egy sokác legény egy falat szundikálva legeltette birkáit. Hűséges kutyája is mellé telepedett, az árnyékból éberen ügyelte a jószágot. Sütött a nap, méhek dongtak a virágok között, lepkék táncoltak a lágy szellőben. Boskó biztosan arról álmodott, hogy milyen szép az élet. Juhai hm. Juha is szépen híznak, s vasárnap újra láthatja kedvesét. Amikor a legény felébredt, nyúlt az iszákja felé, de az üres volt. Felült hát a szamár hátáras, elügetett a közeli jó vízű kúthoz. Ahogy a vízre hajolt, látta, hogy a kútban halvány fényesség gyúl, s a folydogáló vízen egy kép tűnt elő, egy asszony kisded leányjal akarják. A legény keresztet vetett, majd sietve felült a szamár hátára, és a szomszéd juhászhoz sietett. A jószág szaporán szedte lábát, mintha érezni, hogy különleges dolog történt. Buskó nagy hívvel mesélte a szomszédnak, amit látott, és együtt mentek vissza a kúthoz. Hiába volt azonban a sietség, semmit sem láttak a vízben. Sem fényességet, sem az asszonyt a gyermekkel. A szomszéd furcsán nézett Boskóra, amitől ő is kissé zavarba jött. Megnyugodni azonban nem tudott, egyre a jelenés járt a fejében. Újra felült a szamár hátára, és hazament herceg szántóra. Ott is elújságolta a dolgot, de még a mátkája sem vette komolyan. – Asszony a kútban? Egy lány gyermekkel? – kérdezte hitetlenkedve. – Láttam, amit láttam – hajtogatta a legénys másnap, ismét elzarándokolt a kúthoz. Belenézett, és ugyanaz a fényességes látvány fogadta, mint legelőször. Anya a gyermekével. A látványtól lehuppant a földre. Ekkor jött rá, hogy másnap kisboldogasszony ünnepe lesz, ezért az asszony megjelenése nem lehet más, mint Szent Anna a gyermek Máriával. Boskó megint felült a szamár hátáros, egyenesen a paphoz ment. Jöjjön, atyám, szólt izgatottan, olyat mutatok, hogy ámulni fog. A jelenés háromszor ismétlődött meg, és amikor a pap megpillantotta, tudta, hogy csodát lát. A nép, amikor hírül vette a csodás eseményt, elkezdett a kúthoz zarándokolni. A kutat bekerítették, és egy fűzfát ültettek mellé. Boskónak dagatta mellé a büszkeségtől, hogy a jelenés neki mutatta meg magát először. Hamarosan feleségül vette mátkáját. Ha a házasságuk alatt az asszonyka valamiben kételkedett, Boskónak elég volt csak a kútra utalnia, felesége rögtön hitt neki. Sok-sok év múltán, amikor egy paraszt szántott a környéken, a terebélyesre nőtt fa előtt megálltak az ökrei. A paraszt nem értette a dolgot. Megrántotta a kantárt, de az állatok nem mozdultak. Az ostorral is oda csapott, de hasztalan. Aztán a két ökör mégiscsak megmozdult, letérdepeltek a fűzfa előtt, és meghajtották fejüket. A paraszt éppen úgy nézett, mint annak idején, poskó. A falom koronájában nagy fényességgel Szűz Mária jelent.